Koncertterem lett pár órára a párizsi Musée d'Orsay. Ott rögzítették a héten a párizsi szimfonikus zenekar hangversenyét, amit a múzeum ingyen elérhetővé tesz weboldalán vasárnap estétől. Május 19-én aztán nyithatnak a színházak, a mozik, a koncerttermek és a múzeumok is. Ezt a héten jelentette be a francia köztársasági elnök. L'idée c'est de pouvoir accueillir un public. A múzeum egyik kurátora azt mondja, hogy már egy ideje tervezik, hogy felvesznek ott egy koncertet, és ezzel olyan részleteket is megmutatnak a virtuális közönségnek, amelyeket egy koncertteremben sosem láthatnának. És ehhez a múzeum remek műveivel is hozzájárul, festményekkel, szobrokkal gazdagítják azt az élményt, amit a párizsi filharmonikusok nyújtanak. A zenekart a spanyol Pablo Eras Casado vezényli, Ravel műveket játszanak. A karmester szerint ez nagyszerű lehetőség arra, hogy eljussanak a közönséghez. Se hangversenyre, se múzeumban nem lehet járni, úgyhogy még fontosabb, hogy elvigyék mindkettőt azok otthonába, akik szeretik. A zene ugyanis nem csak a szenvedélyük, hanem missziónak is tekintik. Ez nem az első koncert a járvány kezdete óta, amelyet a párizsi filharmonikusok a tévén vagy az interneten keresztül juttatnak el közönségükhöz, de ilyen rendkívüli díszletben még nem muzsikáltak.